izgalmas pillanatokat éltünk át, amikor kokárdával és dobogó szívvel próbáltunk nyilvános területeken megjelenni. Sokan emlékeznek rá, ilyenkor bizony igazoltatás, táska, kutatgatás és mindenféle egyéb volt a részünk. Olyan deja vu érzésem van, mintha ma is ugyanez lenne. Mintha ma is a hatalom, amely egyrésztről kérkedik, 15-e eszméivel, a szabadsággal, a forradalommal, fél attól, hogy ez lesz még, megtalálják a helyüket a világban. A beszédet követően szavalattal, dalokkal emlékezett meg Magyar Gábor március 15-e hőseiről. Nekem te nem vagy idegen. Ébredj, ébredj, Isten verte nemzet, aki ott az elsők közt lehetnél, s kárhozatos lomhaságod által mindig hátul és alant hevertél. Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, soha többé nem lesz ébredésed. S ha ébredsz, és annyi időd lesz, csak még nevedett sírkövedre vésed. Föl, hazám, föl, százados mulasztást visszapótol egy hatalmas óra. Mindent nyerni, vagy mindent veszítni, ezt írjuk föl ezer lobogóra. Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy volt is, nem is a miénk az ország, valahára mutassuk meg már, hogy senkinek sincs semmi köze hozzánk. Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk, írtsanak ki hát ezen világból. A haláltól nem tagadom, félek, de csupán a becstelen haláltól. Halljunk meg, ha már nem szabad élnünk, halljunk meg oly szépen, oly vitézül, hogy azok is megsirassanak, kik eltörölnek a földnek színéről. A Hősök terén megtartott megemlékezés végén Budai Mihály polgármester és Sajtos Sándor alpolgármester megkoszorúzták a hősi emlékművet, majd az intézmények és civil szervezetek képviselői virágokat helyeztek el a talapzaton. Ezt követően a jelenlévők a sportcsarnokba vonultak át, ahol folytatódott az ünneplés. A terembe érkezőket ünnepi jelképeket bemutató kiállítás fogadott, melyet a Tegyünk Együtt Tahitót Faluért Alapítvány által szervezett készülődés során készítettek Tahitót falui gyerekek és szüleik. Magad választod a nehezebb sorsod, és megbecsülöd az őszinte szót. A himnusz eléneklése után Gróf Péter, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum régésze mondott beszédet. A históriánk nagy forradalmaira gondoló, ma emberének érzéseit Nagy Gáspár költőverseiből idézve jellemezte. Valahol mindig eltűnik, valahol mindig megtalálják, valahol mindig temetik, valahol mindig exhumálják, és örökké nekünk szegezik, örökké fényes ellenpélda, örökké rajtunk keresik, örökké mégis bennem él ma. Úgy gondolom, többen érezzük, mennyire nehéz a rendszerváltás óta eltelt években, amikor sok más mellett az értékek is inflálódtak, nemzeti ünnepeinkről újat mondani. Gróf Péter hangsúlyozta, hogy milyen nehéz megragadni annak a mai fiatalnak a figyelmét, aki nem tudhatja, hogyan emlékezhetett meg a magyarság március 15-éről az 1989-es rendszerváltás előtt. Idézzük csak fel, milyen hátborzongató érzés volt a 70-es, 80-as évek ünnepségein a 12 pont felsorolásokról hallani, idézem. Idegen katonákat vigyék el tőlünk. Szánalmas zsonglőrködéssel mosták egybe március 15-e ünnepét 1919 tanácstalan köztársaságával és április 4-ének kétes örökségével, amikor a hitleri megszállást és pusztítást egy legalább olyan kegyetlen diktátor hadseregének majd 4 évtizedes ideiglenes itt tartózkodása követte. A ma középkorú nemzedék még emlékezhet, miként verte szét a szószoros értelmében a pártállami diktatúra a 70-es évek elején a 48-as forradalom igazi örököseinek, a diákoknak, egyetemistáknak megemlékezéseit. Úgy gondolom, a márciusi forradalom eszméi mellett hitettéve ma is olyan világba szeretnénk élni, ahol az emberi szabadság jó tiszteletbe tartása mindenkire vonatkozik, a polgárokra és a hatalomra egyaránt. Gróf Péter kiemelte, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei között bőségesen találunk olyanokat, akiket ma is példaképül állíthatnánk magunk elé. Először a márciusi ifjakat, majd a Batthyány kormány jeles minisztereit sorolta fel, végül megemlítette a Magyar Honvédsereg kiváló katonáit. Ezt követően a hallgatóságot a szabadságharc dunakanyari vonatkozásaival ismertette meg Gróf Péter. Hölgyeim és uraim!
A Dunakanyar, amely a középkorban az ország szívének, közepének mondtak, és királyi székhelyek, Esztergom, Visegrád, Buda övezték, 1848-49-ben nem volt főbesemények színhelye. Pest megye a honvédség részére jelentős összegű különadót, 6200 fő újoncot szavazott meg. Az, hogy a függetlenség védelme nem vallási hovatartozás kérdése, jól mutatja, hogy a Tótfaluból származó 27 honvéd 50-50%-ban volt katolikus és református. Végül az idős napjait Visegrádon töltő Görgei Artúr érdemeiről szólt, idézve Móricz Zsigmondnak a tábornokról szóló írását. Áruló? Soha. Egyetlen gondolatában sem volt. Kötelességét híven teljesítette, és az a büszke öntudat élhetett benne rendületlenül, hogy a magyar kardnak, a magyar vitézségnek ő volt az utolsó legendás hőse. Gróf Péter köszöntője után Tolnai Miklós színművész Arany János a Velszibárdok című versét mondta el. Edward király, angol király, léptet fakó lován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány. Van-e ott folyó és völgye jó, legelői fűkövér? Használ-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, oly boldog-e rajt, mint a karom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban, koronád legszebb gyémántja vesz, földet, folyót, legelni jó. Hegyvölgyed benne lesz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyói, mint hallgatva, mint megannyi puszta sír. Szabó Judit ének hangjával folytatódott az ünnepség. 1848. évben letekintett az Úristen a földre, honnan nézte szegény Magyarországot, hogy harcolnak benne a szép huszárok. A műsor folytatásában a Budakalászi Lemvirág gyermektánc együttes következett. A Pollak Mihály Általános Iskola 6. osztályos diákjait Vacó Zoltán és Pap Judit készítették fel az ünnepi szereplésre. Két honvédtiszt és két közlegény sorsát követhette nyomon a közönség a jelenetekben, melyek között Hartai Kornélia hegedűjátéka, a Sziget hangja ökumenikus kórus dalai és a diákok szavalatai hangzottak el. Alázatosan jelentem! Mihály! Sándor! Ti itt? Kapitány úr! Karcsi! Kapitány úr, nektek a nénikétek! Innen Jancsi, ez parancs! Mit kerestek erre? Hát űzzük a bitang osztrákot. És ott ütjük, ahol csak lehet. Na látom, jó kedvetek van. Voltatok-e 60-nál is a Szegnél? Ott is, és Tápió Bicskénél is. Ott találkoztunk össze. Sándor a tüzéreknél van, én pedig Gránátos vagyok. Damjanics alatt szolgálunk. Meg Vácon és Nagysallónál is. Fut is a császár hada előlünk. A mi huszárai meg Pöltenberg alatt. Na fiúk, tetszik a katonai élet? Sok csatában megfordultunk már, sok vitéztettet hajtottunk végre. Volt részünk jóban, rosszban. Nemes dolog a hazáért harcolni, de megmondom őszintén, fáj a sok kiontott hősi vér. Az érdem mégis a tábornok uraké. Az érdem mindenkinek jár. Még néhány hét, és megtisztítjük az országot ezektől a gazemberektől. Végül a gyerekek egy-egy szalaggal emlékeztek a 27 tahitott falui honvédre. Emlékezzünk rájuk tisztelettel.
koszorúzás után az ünneplők a sportcsarnokba vonultak, ahol megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Forrasztotta a nemzetet. Egy ilyen eszme, ez az eszme újra egyé kovácsolva fölrázhatná szenderdéséből, tétlenségéből a mi nemzetünkön is. És miközben talán ezen sóvárgunk és ezen vágyakozunk egy-egy ünnep kapcsán, talán észesen veszünk azt, hogy az egyes ember személyiségét átformáló, az egész nemzet öntudatos létét megújítani képes eszme 1848-49 óta semmit nem változott. Mi is igazából ez az eszme? Mi az az eszme, ami az embert és a nemzetet, a társadalmat megújítani képes? Rákóczi fejedelem zászlónak híres latin felirata ez volt, cum deo pro patria et libertate, magyarul Istennel a hazáért és a szabadságért. Amit később nemzeti himnuszunká lett Kölcsei költemény, hogy ugyanezekkel a gondolatokkal erősít fel, amit az imént énekeltünk is, Isten áld meg a magyart. De említhetném a lánylelkű költő Petőfit is, aki szintén ugyanerről beszél, amikor naplójában a következő feljegyzést teszi. Nekünk nincs a világon testvér nemzetünk, melytől segítséget kérhetnénk, mely segítséget adna. Egyedül állunk, mint magányos fa pusztában, nem támaszkodhatunk csak az Istenre és magunkra, de a kettő elegendő lesz arra, hogy örökre megmentsük a magyar nemzet életét és becsületét. Itt az idő, mindent előkészítettünk. Az egyetemeken már várnak bennünket. Induljunk hát, a jó szerencse legyen velünk. Várjatok még, írtam egy lelkesítő költeményt. Talán felolvashatnánk, de az eleje valahogy nem az igazi. Hallgassátok! Rajta magyar! Híja haza! Felkelésre, forradalomra akarod buzdítani a népet. Tedd hát azt! Milyen igaz, amit mondasz, barátom? Nem rajta, hanem legyen a kezdőszó talpra. Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő, most vagy soha? Induljunk, barátaim! Számomra ez 1848-49 üzenete, hogy a belsőleg megtapasztalt hit cselekvésre indít. Szabadságot valamiből, valamitől, a lemondó, a reményvesztett, a beletörődő, csak a panaszkodni tudó régi önmagunkról és önmagunkból, ugyanakkor szabadságot valamire, hogy a hit belső erejével és belső meggyőződöttségével indulhatunk el egymás felé. Így építhetünk közösséget és falu közösséget, mert hát mindannyian jól tudjuk azt, hogy működő, élő, tevékeny helyi közösségekből épül föl ma is a nemzet. Indítson minket ilyen közös cselekvésre 1848. március 15. történelmi öröksége. Azt gondolom, hogy mindannyiunk egyéni és közösségi felelőssége lesz.
A Tegyünk Együtt Tahitót Faluért Alapítvány minden évben a március 15-i ünnepség keretén belül díjat ad át a település tehetséges, kiemelkedő eredményeket elérő fiataljainak. Az alapítvány kikérte a Pollak Mihály Általános és Zeneiskola Nevelőtestületének véleményét is, melynek alapján 2009-ben három fiatal vehette át a Tahitót Faluért ifjúsági díjat. Vaczó Renáta kiváló tanulmányi eredményeért, példamutató magatartásáért és aktív sporttevékenységéért, Ladányi Hunor kiváló tanulmányi eredményeért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért, Hartai Kornélia pedig kiváló tanulmányi eredményén és példamutató magatartásán kívül zenei teljesítményéért vehette át a díjat. A díj mellé a Tegyünk Együtt Tahitót Faluért Alapítvány egy-egy 10 000 forint értékű könyvutalványt és Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített Ezüst Falu címert is adott a három fiatalnak. A díjkiosztás után elbúcsúztatták Tahitót Falu eddigi népművelőjét, Mennyi Gábort, aki március 31-től máshol folytatja munkáját. Az 1848-49-es megemlékezést a Sziget Hangja ökumenikus énekkar műsora zárta. Az ünneplő közönség a Hősök emlékműve előtt gyülekezett, ahol a Tahitót Falui intézmények és szervezetek képviselői koszorúzással tisztelegtek a forradalom emléke előtt. Koszorúzás után a sportcsarnokba vonultak az ünneplők, ahol dr. Sajtos Sándor polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Azért mondok köszöntőt is, nem beszédet, mert köszöntöm ezt az ünnepet, ezen az ünnepen köszöntöm Önöket. Azért köszöntöm ezt az ünnepet, mert ma már tisztán megélhetjük azokat a gondolatokat, amelyet szabadságharc és forradalom megadott számunkra. Mit jelent a lobogónkon, a zászlónkon lévő három szín? Ugye a piros az az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény. Ez a három képezettséget, egyik sem létezik a másik nélkül. Hűség nélkül nem lesz remény, remény erő nélkül nem megvalósítható. A Tegyünk Együtt Tahitót Faluért Alapítvány minden évben március 15-én osztja ki az általuk 2005-ben létrehozott Tahitót Falui ifjúsági díjat. A kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sport eredményeket elér diákoknak járó kitüntetést, az oklevelet, a 10 000 forintos könyvutalványt és a Fekete Júlia ötvös művész által készített kis ezüst falu címért idén Deli Virág. Ladányi Adrien és Rauch Szidónia kapta. A díjátadó után a Pollak Mihály Általános és Zeneiskola diákjainak és tanárainak ünnepi műsora következett.
A műsorban közreműködött a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar és Hetei László színművész. Végre Bécset is felhűtött, a Bécset. És mi folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem mozdultunk. Az országgyűlés igen szépeket beszélt, de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd, és nem tett. Pesten március 14-én az ellenzéki körgyűlést tartott, mely ősi szokás szerint eredménytelenül osztott szót. Hittem a szerint összesét, Tahitót faluban megtartott március 15-i megemlékezés elején az önkormányzat, az intézmények, civil szervezetek és egyházközösségek vezetői, valamint a politikai pártok képviselői megkoszorúzták a Hősök terén álló emlékművet. A tiszteletadás után a község lakossága átvonult a sportcsarnokba, ahol dr. Sajtos Sándor polgármester ünnepi megemlékezése és az általános iskolások műsora mellett immár 8. alkalommal került sor a Tegyünk Együtt Tahitót Faluért közhasznú alapítvány ifjúsági díjainak átadására. Az ünnepség elején két dal csendült fel, a Vox Insulé Sziget Hangja ökumenikus kórusnak köszönhetően Körösmezei Varga Zsuzsanna vezényletével. Tolcsvai László előadó művész, zeneszerző 3 évtizede élt a Tahitót faluban. Az ünnepségen 3 dalt énekelt el, köztük az általa 1973-ban megzenésített nemzeti dalt. Az ifjúsági díjak átadása előtt Rátkai Amanda, Pósa Lajos, Magyar vagyok című versét mondta el. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Lerajzolt a képed a szívem közepébe, leírta nevedet a lelkem mélyébe. Áldja meg az Isten a magyarok hazáját! Áldja meg a magyarok hazáját! Idén először adományozott a képviselőtestület Tahitót falu ifjú tehetsége díjat, melyet Szabó Ineznek ítélt oda. Inez az elismerést a Váci Vízmű Úszó Egyesületben elért eredményeiért kapta, de személyesen nem tudott jelen lenni, mert az ünnepséggel egy időben Németországban vett részt egy nemzetközi úszóversenyen. Inez idén decemberben lesz 10 éves, de már 17 országos és nemzetközi versenyen vett részt,
17 arany, 5 ezüst és 11 bronzérmet nyert különböző úszásnemekben. 2011 elején a Váci Egyesület egyedüli versenyzőjeként az országos ranglista első helyén állt. Az önkormányzat azzal támogatja az ifjú tehetséget, hogy Váci edzéseihez 100%-ban hozzájárul úti költségéhez, mondta a polgármester, aki Inez édesanyjának, Szabóné Pásztor Anikónak egy oklevelet és egy települést ábrázoló ezüst medált adott át. Először is nagyon sajnáljuk, hogy ez a mai díjátadó és a versenynek az indulási időpontja egy napra esett, de hagy ragadjam már meg az alkalmat, hogy a kislányom nevében is köszönetemet fejezzem ki azért, hogy őt tartották érdemesnek ennek a díjnak az átadására. Óriási büszkeség ez a családnak, hogy ez ekkora nyilvánosság előtt az eddigi kitartó munkáját így is elismerték, és nagyon remélem, hogy a 2012-es évben visszatekintve majd ugyanilyen sikereket és eredményeket fog elérni, és méltán büszkék lehetünk arra, hogy ezt a díjat ebben az évben ő vehette át. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek! Tahitótfaluban immár 8 éves hagyomány, hogy március 15-én a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért alapítvány képviselői átadják a Tahitótfaluért ifjúsági díjat. Az alapítvány és a tantestület által arra érdemesnek talált a tanulás, a sport, a tudomány és a közösségi élet területén kimagasló teljesítményt nyújtó diákok számára. A díjakat a TETA nevében Takács Györgyné és Bozóki Sándorné adta át. 2012-ben a Tahitótfaluért ifjúsági díjra Hartai Gyöngyit, Marton Fannit, Súrján Andrást és Podlovics Laurát jelölte az alapítvány és a tantestület. Az alapítvány a 4 diák részére Tahitótfaluért ifjúsági díj elismerő oklevelet, 10.000 forintos könyvutalványt és egy-egy ezüst falu címert adományozott. A március 15-i megemlékezés második részében a Pollák Mihály Általános és Zeneiskola 6. osztályos diákjai adták elő ünnepi műsorukat, melyben a Szigetmonostori Zöld Sziget Néptánc Együttes tagjai is közreműködtek. A műsort Pap Judit és Vacó Zoltán tanították be. 1848. március 15-én Kossuth népes küldöttség élén Pozsonyból Bécsbe utazott, hogy az országgyűlésen elfogadott törvényjavaslatokat szentesítse a királya. Ugyanezen a napon Pesten a bécsi forradalom hírére a felelkesült fiatalok reggel 9-kor a Pilvax kávéházban gyülekeztek. Tahitótfaluban a főtéren a Hősök szobrának megkoszorúzásával kezdődött a március 15-i megemlékezés, majd a sportcsarnokban folytatódott. Az általános iskolások a Gáboráról Rézágyúja című népdalt trombitálták, a Vox Inzulé szigethangja ökumenikus kórus pedig Maros Rudolf a forradalom 100. évfordulójára írt 1848-ban című művét énekelték el. Elindult Márkos Sajtos Sándor polgármester beszédében elmondta, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján emlékezünk Batthyányira, Kossuthra és Petőfire, ugyanakkor a névtelen hősökre is, akik a legszentebb dolgot, az életüket áldozták a hazáért. Nehéz ezt talán ma megértenünk 166 év elteltével, hogy mit jelent ilyen eseményeket átérezni, és mit jelent elveszíteni testvéreinket, bátyáinkat, szüleinket. Ők ezt átélték, és törekedjünk arra, hogy ma 21. században ezt ne felejtjük el. A polgármester kiemelte, hogy bár a szabadságharcot elveszítettük, de nem buktuk el, hiszen példanélküli tiszta törekvései voltak, amelyekre azóta is büszke a nemzet. Az ünnepség folytatásában a Tahitótfalu ifjú tehetsége díjat adták át. Szabó Álmos 6. B-osztályos tanulónak az úszásban elért országos és nemzetközi sikereiért, valamint kimagasló tanulmányi eredményeiért egy emléklapot, egy ezüst Tahitótfalu kitűzőt, valamint egy 50.000 forint értékű vásárlási utalványt nyújtott át a polgármester.
A Tegyünk Együtt Tahitót faluért alapítvány által létrehozott ifjúsági díjakhoz idén 40 ezer forinttal az önkormányzat is hozzájárult, mivel az eddig megszokottól eltérően három helyett 5 diákot jutalmaztak. A díjakat az alapítvány kuratóriumának tagjai Bozóki Sándorné és Takács Györgyné, valamint az egyik alapító tag, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke Kubarek István adta át. A 20-20 ezer forintos könyvutalványt, az oklevelet, valamint a Bor Zoltán által felajánlott Szimbólumok és Ajándékok című könyvet, a Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített falu címert, illetve a Bérci Krisztina népi fazekasmester által készített csuprot, Csicsai Emese, Kovács Dávid, Kovács Gábor, Plascsevics Nóra és Zeninvári Lóránd vehette át. A díjátadás után a 6. osztályos diákok zenés-irodalmi műsora következett. Tahitót faluban március 14-én tisztelegtek a hősök emléke előtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. Az önkormányzat, intézmények, egyházak és helyi szervezetek előjárói, képviselői és magánszemélyek helyezték el a tisztelet virágait és a mécseseket a falu főterén álló emlékműnél. A tahitótfalui díszünnepség a sportcsarnokban folytatódott, ahol elsőként dr. Sajtos Sándor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében egészen az 1825-ben kezdődő reformáció és polgárosodás pillanatképeihez nyúlt vissza. Azon időszakra, amikor a jobbágyságból és a kultúra hagyományaiból merítettek az akkori országépítők, hogy új korszerű szociálpolitikára alapozhassák a fejlődést. A polgármester kiemelte, hogy a nemzet felemelés célzó út, amelyen akkor elindultak, a Szent Istváni elveket követve a nyugat felé törekvés célozta meg. Ahogy országalapító királyunk is tette ezt a kereszténység felvételekor. Mint mondta, a történelem politikában ezért konzekvensen felfedezhető a forradalom utáni időszakokban is 48 szellemisége. Amikor elindul a reformáció, ez alapvetően gazdasági és politikai útvonalat képvisel, és a Stádium című könyvében Széchenyi, láss-láss csodát, 12 pontban foglalja össze azokat a tényezőket, amik az ország előremozdítását segítik elő, vagy célozzák meg. A 12 pont az ország történetében olyan visszatérő elem, amely ma is időről időre felmerül, és végigkísér minden nemzedéket jövőjének alakítása során. 48-ról ugyan közvetlen emlékeink nincsenek, mégis ráakadhatunk egy-egy pillanatra, amely megtestesítheti számunkra, milyen lehetett a függetlenségért, a szabadságért, a nemzetért harcolni. Amikor kint jártunk néhány hete Székelyföldön, nyárán Magyaróson, akkor ott szólhatunk az ottani testvéreinkhez, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy tisztete fordnak irányunkba. És bárhova elmentünk, bármilyen történelmi emlékhelyet megtekintettünk, akár Támási Áron sírjától kezdve soratnánk több egyéb helyszínt, mindenhol friss virág volt, és nem március 10-ét ünnepeltük. Egy hétköznap volt. A polgármesteri köszöntő után Babuss Zoltán hadtörténész invitálta időutazásra az ünneplőket, nevezetesen a Honvéd tüzérség megszületésének idejében. 1848 késő őszén egyedül már csak Székelyföld tartott ki Erdély területén, jelesül három szék, és 1848 novemberének közepén, amikor Sepsiszentgyörgyön tartanak egy gyűlést, elmondják, hogy nincs ágyú, nincs lőszer, nincs utánpótlás, erre egy hang megszólal hátulról, hogy már pedig lesz ágyú. Hát ki az? Ki az? És nem más, mint Gábor Áron Bereck szülötte az, több mint 70 löveget öntött a honvéd hadsereg számára, 313 darab székelyföldi harangot is bevonultattak a hadsereg rendelkezésére bocsátva,
ugye van Kányádi Sándornak egy gyönyörű szép verse a Kökösi hídnál címmel, ahol ugye Kányádi Sándor írja azt, hogy dörögtek a hídfőn a székely harangok. Ugye a harang, mint ágyú képviselte utána a székelységet, és próbálta Székelyföldet megvédeni a rájuk törő orosz, illetőleg a császári csapatokkal szemben. A hadtörténész szavaiban megidézte azt az ifjúságra jellemző szellemiséget, amelynek megőrzését és fontosságát Tahitótfaluban a fiatalok elismerésével szolgálja a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány is az általa alapított díjakkal. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány kuratóriuma 2005-ben díjat hozott létre Tahitótfaluért ifjúsági díj néven, melyet minden év március 15-e alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik kimagasló tanulmányi eredményükkel, tanulmányi versenyeken való sikeres részvételükkel, emellett a sport, a tudomány vagy művészet területén elért egyéb eredményükkel öregbítik Tahitótfalu hírnevét. Feltétel továbbá, hogy a jutalmazott életvitelével falunk lakóinak, az iskolának és korosztályának elismerését kiérdemelje, és követendő utat mutasson kortársai számára. A díjat elsőként Bánáti Benedek, a Váci Boronkai Gimnázium Pollák emlékérmes diákja kapta, aki az elismerés többek között tanulmányi és sporteredményeivel érdemelte ki. Kövesdi Péter, aki jelenleg a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium diákja, aki szintén elnyerte a Jó Tanuló, Jó Sportoló kitüntetést az általános iskolában, a futball területén ért el kimagasló eredményeket. Tóth Bence is a Boronkai Gimnázium diákja, a Tahitótfalui általános iskolában kitűnő tanulmányi eredményével, humán és reál tantárgyakból egyéni és csoportversenyeken elért teljesítményével érdemelte ki az alapítvány díját. Az ünnepség keretében adták át az önkormányzat Tahitótfalu ifjú tehetségének szóló elismerését, melyet idén Oswald Olivér kapott. Az Óbudai Gimnázium 9. osztályos tanulójának sokoldalú az érdeklődése. Olyan területeken nyújtott kiemelkedő teljesítményt, mint a fotózás, prózamondás, éneklés, matematika, fizika és országúti kerékpározás. Az ünnepség díszeként az általános iskola 6. osztályos diákjai elevenítették fel az 1848-as forradalom és szabadságharc dicső pillanatait. Párizs és Bécs után Pest, Budán is kitört a forradalom. Talpra magyar! Híj a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! Kiszabadították a jobb vágyok sorsát, szívem viselő Táncsics Mihályt. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Európa csendes, újra csendes, ez utak forradalmai. Szégyen reál, lecsendesült, és szabadságát nem vitt aki. Gyűrű fogta szegény magyart, foly csak folyt a vér. Vértanúkról szól e dalt, s már nincsen más remény. Vigyázz a madárra, ha kertet berekül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. A program felkészítőit, Sziváné Bergman Henriettát, Princné Bérci Krisztinát, Kökényné Krafcsi Kibolyát, Gyarmati Rékát és Gellért Gabriellát az önkormányzat képviselői és a polgármester virágcsokrokkal köszöntötték, megköszönve ezzel áldozatos munkájukat. A fellépő gyerekek virágot nem, de egy autóbuszos kirándulást kaptak ajándékképpen. Rövid konzultációt tartottunk. A pénzügyi elnök azt mondja, bolintott, mehet a busz, az azt jelenti, hogy menjetek kirándulni, érjetek magatok jól, és majd egyeztessünk, és számítható, hogy mindent mutatok. Mindnyájunknak el kell menni.
napjárok. Valahány csepp esik rájon, annyi áldás szálljon rájon, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos bíró deján, nem kell néki gyertyavilág, Ötember, Gláner, Lázár, Vilmos, Paulik, Mézics, Nagy Sándor, Svejdl, Török, de Zsőfi, Róf, Vécsei, éljen a magyar szabadság, éljen.